Tschüss. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban egy kicsit az írásról lesz szó, íráshoz kapcsolódóan lesz szó, mert még valamelyik videóm alatt volt egyszer egy ilyen kérés, hogy nem mutatnám-e be azokat az oldalakat, amiket íráshoz használok, és hát igazából először úgy gondoltam, hogy nem nagyon van mit bemutatni, mert nem használok olyan túl sok oldalt, de körülbelül egy 2-3-at használok, úgyhogy hát úgy gondoltam, hogy akkor lehet mégis beszélnek róla, mert ezek közül az egyik az egy számomra nagyon hasznos oldal, amit én nekem nagyon bevált. Szóval akkor legalább arról beszélek kicsit többet, meg úgy a többiről is. Gyorsan átmegyek a kevésbé fontos oldalakon, amiket használok, és akkor utána részletesebben arról az oldalról is beszélek, amit egyébként már valamelyik videómban említettem, ami szintén írással kapcsolatos volt, lehet, hogy az 5 tipp íráshoz valószínűleg abban, de mindegy, sorra kerül az is. Igazából tényleg nem használok túl sok oldalt így neten íráshoz. Hát az egyik, amit nagyon sokat használok, ami egy nagyon hasznos oldal írás szempontjából, az a szinonima szótár, mert nálam nagyon sokszor előfordul az, hogy ismétlem a szavakat, és hát mert ugye ugyanaz a szó jön egymás után folyamatosan, és amikor így már harmadszorra írom le ugyanabban a bekezdésben, akkor az azért már ugye problémás, és akkor felütöm a szinonima szótárat, és akkor beírom az adott szót, és a legtöbb esetben erre 2-3 másik szinonimát tud olyat mondani, ami nekem megfelelő, és ugye ez egyértelműen hasznos írás közben, mert nekem nem mindig jut eszembe szinonima az adott szóra, és akkor a szinonima szótár legalább segít ebben. Ja, mondjuk nem mindig, de általában. Ja, hát ugye, hogyha egy olyan szóról van szó, aminek igazából nincsen másik megfelelője, ami hangulatilag, meg erősségben is ugyanaz lenne, hát akkor vagy ki kell kerülni az adott szót, vagy hát, vagy belemegyünk az ismétlésbe. De igen, a szinonima szótár az egy hasznos oldal írás szempontjából. A másik, amit majd nagyon a legtöbbet használom egyébként így konkrétan, hogy írás közben nagyon sokat megnyitom, az a Google fordító. A Google fordító a legjobb barátom írás közben, mert nagyon sokszor, mikor el kell nevezni helyeket, vagy lényeket, vagy tehát, hogy valami nem néhány embereket is, de általában emberekhez mást használok, arra mindjárt rátérek, de hogy általában ilyen helységneveknek, meg tényleg ilyen állatfaj, növényfaj ilyeneknek a Google fordító a legjobb barátom. Mert kitalálom körülbelül, hogy miről akarom elnevezni az adott dolgot, azt beírom a fordítóba, és keresek valami nyelvet, amin az átfordítás szimpinek tűnik. Tehát, hogy mit tudom én, el akarok nevezni egy helyet. Tehát, hogy el akarok nevezni egy helyet, de nem akarom, hogy ez a standard magyarul hangzó neve legyen, hanem hogy legyen valami kicsit ilyen, nem tudom, hogy mondjam, menő, vagy jobban hangozzon, és akkor beírom magyarul, vagy angolul, mert angolul általában jobbak az átfordítások, mint magyarról, bármilyen nyelvvel, nem angolról, akármelyik másikra. Vagy beírom magyarul, átírja angolra, és akkor azt átírom de másra. De legtöbbet ilyen latinra szoktam fordítani vele, vagy hát ilyen egzotikusabb nyelvekre, mert az nem olyan, hogy olyan könnyen kitalálható lenne, bár néhány esetben, de most legutóbb még skótot is, a skótra rászoktam, az tök jól hangzanak, nem tudom egyébként, hogy kell őket kimondani, de hogy leírva jól néznek ki a helynevek, de tényleg így végig szoktam egy találomra lőni néhány nyelvet, és akkor, hogyha valami átfordítás olyan, hogy megtetszik, akkor azt hagyom. Vagy még úgy szoktam, hogy átfordítom Google fordítóban, de mondjuk két különböző szót, tehát hogy két szóból teszek össze így magam által kreált nevet végül. Tehát, hogy két külön szót mosok össze, és akkor úgy már volt már olyan is csináltam úgy is. Kreatív helynevekhez a Google fordító a legjobb. Na, és akkor embernevek. Két honlapot találtam, ami nekem nagyon bevált ilyen névkeresés szempontjából. Az egyik a behindthename.com, mert ott ez azért nagyon jó, mert tudok keresni kezdőbetűre, tehát hogyha kitalálom, hogy nekem van egy szereplőm, akit
H betűvel akarok elnevezni, akkor rá tudok nyomni egy H betű, és akkor kidobja az összes nevet. És azon belül meg lehet szülni egy fiú, lány, vagy mindkettőre alkalmazható név, meg még a név eredetére is lehet keresni, mert én tehát milyen nyelvből származik. És akkor mindegyik, majdnem mindegyik hét névhez, a legtöbbhöz kilistázza a jelentését, ami azért nagyon jó, mert én általában úgy szoktam karaktereket elnevezni, hogy a személyiségéből, vagy a foglalkozásából, vagy valamihez hasonlóan próbálok keresni, tehát, hogy konkrétan beszélő neve legyen a karakternek, csak nem olyan egyértelműen beszélő, hanem így kicsit kelljen hozzá kutakodni, de Kovács Pistinek nevezzem el, mert Kovács, tehát egy körülbelül így nem ez a szint, amit próbálok. Akkor nézegetem a melléjük írt jelentéseket, és akkor, hogyha valamelyiknek olyan a jelentése, ami illik az adott szereplőre, és még a név is tetszik, akkor megvan a nevem. A másik, de ugye itt nem lehet jelentésre keresni, tehát, hogy itt fordítva van, tehát, hogy itt nem jelentésre tudok keresni, hanem konkrét névre tudok keresni, és annak kiadja a jelentését, vagy ez alapján tudok nevet, hogy beállítgatom a különböző szempontokat. A másik oldal itt is lehet egyébként nemre keresni, meg eredetre. Ja, itt ez azért jó, vannak témák is. Igen, ez a babble.com, és ezen belül van egy ilyen baba nevek. Ez egy ilyen baba név keresős oldal, de nagyon jó írás az egyébként. Tehát itt is be lehet állítani a kezdőbetűt, az eredetet, azt, hogy milyen témájú, tehát ilyen, hogy szín, növény, ilyesmik be lehet állítani, hogy milyen eredetű legyen, vagy milyen témakörben legyen a név jelentése. Igen. És ez azért nagyon jó még, mert hogyha a keresőbe beírunk egy jelentést, akkor kidobja az összes olyan nevet, aminek a leírásában benne van az a szó, tehát, hogy így kicsit gyorsítja a jelentésre való keresést, és akkor nem azt kell, hogy végignyálazni nem tudom hány nevet, hogy akkor melyiknek lehet kb. Olyan jelentése, amit én akarok, hanem itt egyből a jelentéseket dobja ki. És akkor ilyenkor még szoktam azt csinálni, hogyha az egyiken találok egy jó nevet, aminek tetszik a leírása, akkor rákeresek a másik oldalon is, hogy ott is hasonló a leírása, tehát hogy ne, azért nem ez legyen, hogy egyik honlapon azt írják, hogy amúgy ez a jelentése, másikon meg azt, hogy nem, mert ez a jelentése. De igazából annyira nem szokott érdekelni. Na és akkor a legfontosabb, nem a legfontosabb, de nekem ez nagyon bevált, ezt említettem egy másik videómban, majd megkeresem melyikbe és belinkelgetem valahova. Na de ez a notebook.ai, és ez egy annyira hasznos oldal volt, mikor én ezt megtaláltam, hogy ez tényleg nagyon jó. Hát ez úgy néz ki, hogy az ingyenes a regisztrálás, és akkor az ingyenes verziójában abban négyféle jegyzetet tudsz mondhatni csinálni, tehát tudsz univerzumokat létrehozni, tudsz karaktereket, helyszíneket és tárgyakat, ez az ingyenes pakli, és hogyha előfizetsz rá, akkor van ilyen, hogy épületek, országok, állatok, istenségek, kormányok, munkák, nyelvek, vallás, tehát mindent lehet egyszerűen benne, csak hát ugye elő kell fizetni, de egyébként ezzel a négy alap dologgal is nagyon jól el lehet lenni, én ezzel vagyok el. Mondjuk a tárgyakat, meg a helyszínt azt annyira nem használom, az univerzumot azért kell, mert akkor az olyan, mint egy címke, és akkor kategorizálja, hogy melyik karakter, melyik dolog, melyik univerzumba tartozik, melyik könyvhöz mondhatni. Na és akkor a karakteres rész az a leghasznosabb. Mert hogyha létrehozol egy karaktert, akkor ott beírod a nevét, hogy melyik univerzumban van. Mindenféle címkéket lehet hozzá kapcsolni, hogy megtaláld. És akkor itt konkrétan így az életében minden egyes adatot végigkérdez, és be lehet írni. Amire meg nem kérdez rá, azt meg te külön kis jegyzetként mellé tudod szúrni. Tehát, hogy nem szerepe a könyvben, akkor van ilyen, hogy kinézet, ott konkrétan minden, tehát, hogy magasság, testsúly, hajszín, szemszín, természeténél is mindent, tehát hogy mik a hibái, mik az előítéletei, milyen típusú ember, akkor be lehet linkelgetni. Ja, és ugye több karaktert létrehozol, akkor lehet egymáshoz így csatolni őket, tehát hogy például van ilyen rész, hogy családi háttér, és akkor a szülőket, barátokat, mindenfélét be lehet
így össze lehet vele kapcsolni. És ez azért nagyon jó, mert hogyha van egy karaktered, akiről így a fontosabb dolgokat, meg amiket te kitalálsz, így leírod, és az az írás folyamán újra fölbukkan, de te már nem emlékszel, hogy mi pontosan hogy volt, meg mikor volt, meg mit tudom én, mikor született, de most kéne az a dátum, vagy valami, akkor ezt szépen felütöd, ott benne van, és ezt így ki tudod onnan írni, és én így fogtam magam, és amit most írok, ahhoz az összes karaktert így szépen beírogattam, és akkor utána mindenkinek végignézegettem, hogy akkor neked kb. Mikor kellett volna születned, hány éves vagy, meg ilyenek, és ez nagyon jó, mert írás közben konkrétan csak be kell keresnem az adott karaktert, megnézni, hogy aha, jó, ez így volt, és akkor ezt már vihettem be, és akkor nem ott ülök, hogy na akkor most keressük vissza, nem tudom hány oldalal ezelőtt, vagy hány könyvvel ezelőtt ez még hogy volt, meg mint volt, meg hogy találtam ki, hanem ez itt így le van rögzítve. Meg hogyha elfelejtem én, hogy valamelyik karakter itt létezett, mert hajlamos vagyok arra is, akkor vissza lehet keresni, tehát hogy meg tudom nézni, hogy volt-e ilyen karakter. Szóval ez egy tényleg abszolút nagyon hasznos, és én nekem ez nagyon bevált, úgyhogy csak ajánlani tudom. A linket lenni is hagyom a leírásban. Igen, jó, így volt értelmes. Hát igazából ez az az öt oldal, amit én konkrétan használok is íráshoz, és igazából nekem másra nincs is nagyon szükségem, csak ezekre. Ha még valami külön specifikusabb jön fel, akkor arra rákeresek, aztán hát ha találok valami oldalt, akkor az adott helyzetben hozzá. Hát remélem ez a videó kicsit segített nektek. Végül is az volt a célja. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!